Áldás békesség! A feltámadott Krisztus szavaival köszöntöm a kedves testvéreket, békesség néktek! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves húsvétot ülő testvérek, ezen a különös húsvéton emeljük fel szívünket Istenhez énekszóban, és énekeljük a 185. számú szép húsvéti énekünket, amely így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, alleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többi bűnbocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, alleluja. Alleluja. Krisztus lett a vigaszunk, alleluja! A mi segítségünk, húsvéti ünneplésünk megáldása és megszentelése jöjjön onnan felülről, minden jó adomány és ajándék szerzőjétől, a mi Urunktól, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amen. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért a csodáért, hogy te nem maradtál a sírban. Hálát adunk, hogy örök isteni természeted legyőzte a halált, s kiszabadított ezzel minket is a pokolnak, a bűnnek és a reménytelenségnek a rabságából. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy az eddiginél világosabban lássuk, jobban értsük, és bátrabban higgyük ezt el. Szólj hozzánk most úgy igédből, hogy legyen az meggyőző, mert olyan sokféle kételkedés, fenntartás, hitetlenség rágja a mi húsvéti hitünket. Kérünk, jólj velünk is szembe ezen a húsvéti úton, mint azokkal a meglepett asszonyokkal az első húsvét reggelén ott a jeruzsálemi sírkertbe. És te, az élő Úr, kérünk, győzd meg minket is arról, hogy micsoda az igazság. Könyörülj rajtunk, hogy ne a feltámadás lehetőségét vitassuk, hanem egész valóságosan hadd találkozzunk veled, a feltámadottal, és a te hatalmas és kegyelmes jelenléted add, hogy meggyőzzön minket arról, hogy te élsz és uralkodsz mindörökké. Kérünk, te magad szólj most hozzánk az igén keresztül, mert te látod, hogy most különösen is nagy szükségünk van a te bátorításodra, vigasztalásodra. Annyira nagy szükségünk van megalapozott reménységre. Olyan sok szörnyűség, olyan sok félelem vesz körül minket, és talán a világjárvány mellett is oly sok minden megoldhatatlannak látszó problémával küszködik az ember. Könyörülj rajtunk, és segíts ma valóban felemelni a tekintetünket önmagunkról, bajainkról, kétségbeejtő világjárványról. Engedd, hogy fölemeljük tekintetünket reád, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, akinek ma is lehetséges még az is, ami az embernek lehetetlen. Kérünk, Urunk, állj meg középen, a mi életünk közepén, a mi otthonaink közepén, a mi üres templomaink közepén is, és ajándékozz meg minket is azzal a békességgel, azzal a bizonyossággal, és azzal az örömmel, amit első tanítványait kaphattak tőled,
a maguk kétségbejtő helyzetében, akkor, amikor az első húsvétkor találkoztak veled. Mert nekünk is erre az örömteli találkozásra van szükségünk. Köszönjük, hogy ismersz minket. Köszönjük, hogy egyedül te vagy képes megtölteni szívünket hittel, reménnyel, örömmel. Hajolj hát közel hozzánk a te szent lelkeddel, és segíts, hogy merjük hinni mindazt, amit kínálsz, és merjük bizalommal elfogadni, hogy te ma is élsz és uralkodsz. Ma is jössz, hogy békességet hirdess. Ma is itt vagy, hogy új élettel ajándékozz meg. Kérünk, engedd, hogy ez valóban megújítsa a mi életünket. Megújítsa népünket, nemzetünket, és megújítsa egész teremtett világunkat. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk nyitott szívvel és figyelemmel az első húsvéti történetet, úgy, amiképpen írva található az Máté evangéliumának a 28. részében, a 28. résznek az első 10 versét olvasom a következőképpen. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak, és íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve! Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Menjetek el! Adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Szeretett testvérek, húsvétot ünneplő otthonaikba, csendes családi közösségben lévő embertestvérek. Különös ünnep húsvét ünnepe, ami hitünkre nézve tulajdonképpen a legnagyobb keresztény ünnep. Hiszen a húsvéti hit, a feltámadásban való hit a keresztény életnek az alapja. És ennek az ünnepnek a jelentőségét támasztja alá az a tény is, hogy mi karácsony, Jézus születése csak két evangéliumban van részletesen leírva, addig a húsvéti eseményekről, Krisztus feltámadásáról mind a 4 evangélium beszámol, és az apostoli levelek is ebből a tényből merítik a mondani valójukat, és a húsvéti hit következményeiként írják le és fogalmazzák meg a keresztény közösségek számára a hit alapvető dogmáit, tantételeit, és azoknak az életben megnyilvánuló erkölcsi, etikai tételeit. De mégis éppen a húsvéti ünnep az, amely az emberi értékrendünkben a helyére kell tenni.
Mert még az emberi létel és a születés csodájában van némi jártasságunk és tapasztalatunk, mert ebben osztozunk, amikor nekünk is gyermekünk születik, s hasonlóan át tudjuk élni nem csak az örömöt, hanem a fájdalmat, a szenvedést is, hiszen a halál közelségének fájdalmai minket is megrendítenek szeretteink betegágya közelében, és tudjuk, mit jelent nagypénteki gyász mélységében járni. Addig a feltámadás, őszintén szólva, megfoghatatlan az ember számára. Valami kifürkészhetetlen titok, és talán éppen emiatt van zavarba újra meg újra húsvéttel kapcsolatosan az ember. És bármennyire is szeretnénk-e titok közelébe kerülni, Isten magáról, a feltámadásról, annak módjáról és hogyanjáról nem kíván nekünk részletesen beszámolni, hanem csak pusztán magát, a tényt közli a Szentíró az evangéliumban, amikor azt mondja a sírhoz közeledő asszonyoknak, nincs itt, mert feltámadt. Azonban nem csak ennyit mond, nem csak a feltámadás tényét mondja, hanem rögtön egy feladattal is megbízza a meglepett asszonyokat, ott az első húsvét reggelén a fényes ruhába öltözött angyal, aki azt mondja, menjetek és adjátok hírül ezt. S bár húsvét a legjelentősebb, teljesebb ünnep az emberiség hitére nézve, de mégis talán azt kell, hogy mondjuk, a közel 2000 év is kevés volt ahhoz, hogy az emberiség egészen elhiggye ezt. Se hit nélkül, tartalom nélkül, nagyon sokféleképpen él húsvét lényege az emberek életében. Mert nem könnyű megfogalmazni, mi is húsvét. És így van ez 2000 éve. És ha ma megkérdezném tőletek, hogy micsoda számotokra húsvét, ünnep-e, vagy pedig Krisztustól kapott feladat, szolgálat, akkor lehet, hogy mindannyian egyszerre mondanánk azt, húsvét már pedig ünnep. De húsvét soha nem ünnepé akart lenni. Soha nem pusztán piros betűs nappá, amikor megpihenhet az ember, hanem sokkal inkább húsvét feladattá, életté akar lenni a keresztény közösségekben. Életté, feladattá, hitvallásá kell, hogy legyen minden keresztény ember szívében. És lehet, hogy talán ezekben a napokban szomorúan mondhatjuk azt, hogy az idei húsvét nem ünnep. Sokkal inkább feladat, amelyben meg kell küzdenünk a mindennapokért, meg kell küzdenünk az életünk, egészségünk megtartásáért, meg kell küzdenünk talán a jövendőnkért, meg kell küzdenünk önmagunkért. És lehet, hogy mi csak ott belül, a szívünkben, lelkünkben tusakodunk ezen az ünnepen. De tudjuk, hogy itt, hazánkban, és a világban is nagyon sokan nem csak a szívükben tusakodnak ezekben a napokban, hanem nagyon kemény feladat számukra az ünnep, helyt állni kórházi betegágyak mellett, helyt állni haldokló emberek mellett, helyt állni idősek mellett, helyt állni bizonytalan, kételkedő, csüggedő emberek mellett. És hirdetni, hogy bár nagyon nehéz feladattá lett
ebben az esztendőben számunkra húsvét ünnepe, de mégis azzal a reménységgel élhetjük meg ezeket a napokat, hogy hisszük, az első húsvét alkalmával a halál az legyőzetett. Mert Jézus dicsőségesen feltámadta sírból testvérek. És jól lehet, ez a feltámadás, ez sokszor a mi számunkra is olyan elképzelhetetlen, hihetetlen, de mégis 2000 év óta ez a mi hitünk reménysége, ez a mi hitünk alapja, ez a mi egyetlen vigaszunk, egyetlen boldogulásunk, hogy Jézus nem hagy magunkra. Lehet, hogy ezen az ünnepen most egy kicsit jobban odafigyelhetünk a feltámadott Úr hozzánk szóló szavaira, amelyben hirdeti, hogy van feladat mindannyiunk számára, hogy nem kell csüggedni, mert Isten az ő fia által az új élet reménységét hirdette meg húsvét ünnepében, a feltámadás öröm üzenetében, és ez az üzenet 2000 év óta hangzik az emberiséghez, hogy ne csak néhány piros betűs nap legyen ez a szép tavaszi ünnep, hanem legyen mindannyiunknak reménysége. Íme előttetek megy, mondja az angyal az asszonyoknak ott a jeruzsálemi sírkertben. És amint elindulnak, olyan vegyes érzésekkel, könnyezve, de mégis örömtől boldogan, micsoda csoda, hogy az Úr Jézus szembe jön ezekkel az asszonyokkal. Szembe jön, hogy bebizonyítsa, megerősítse az ő gyönge és törékeny hitüket. És milyen jó, hogy az Úr Jézus velünk is szembe jön, sokféle alakban, sokféle formában. Szembe jön a világnak száz csodájában, hogy bennünket is megerősítsen, hogy nekünk is reménységet hirdessen. Hogy lehet most azt látjuk, hogy minden reménytelen, minden komor, minden sötét, lehet, hogy most azt látjuk, hogy nem látjuk ennek a járványhelyzetnek a végét. Lehet, hogy úgy van előttünk, mint egy sötét, komor alagút. De milyen csodálatos, hogy a húsvét fénye, öröm üzenete fényt ad nekünk, ami nagypénteki komor szívünkbe, hogy ne csak a félelem, az aggodalmaskodás legyen közöttünk, ne csak a búslakodás, hanem meghalljuk végre, ő feltámadt, nincs itt, ne a holtak között keressük az élőt, hanem az életben, a természetben, a szeretteink szemében, mert Jézus Krisztus az ő lelke által jelen van-e világban. Jelen van, hogy segítsen, hogy odaforduljon a betegekhez, hogy gyógyulást készítsen, hogy megtérésre hívjon, hogy betöltse a mi életünket. Adja Isten, hogy a mi feltámadott Urunk velünk is szembe jöjjön, nekünk is örömet okozzon. Adja Isten, hogy mi is le tudjunk borulni eléje, ahogyan tették azt az asszonyok. És érezzük azt, hogy ő nem hagy el bennünket. Előttünk megy.
Előttünk megy életben, nehézségekben, gondokban, betegségekben, előttünk megy egészen a halálig, előttünk ment a keresztre is, hogy nekünk a halállal szemben is védettségünk, életünk legyen. Mert jól lehet, hogy sokszor megéljük a test elfáradását, csüggedését, sokszor megéljük családtagjaink elvesztését, de éppen húsvét tanít bennünket arra, hogy van feltámadás, van reménység, mert Jézus feltámadt első zsengeként a halottak közül. Feltámadt, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga lehessen, és így tudjunk reménységgel tekinteni a jövendőbe. Adja Isten, hogy ezen a húsvéton legyen minnyájunk feladata az, hogy tovább adjuk ezt a jó hírt azoknak, akik talán bezárkóztak, azoknak, akik félnek, azoknak, akiknek tele van szíve aggodalommal, add tovább, Jézus mindig, mindenkor előttünk megy, és velünk marad mindörökre. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, azért könyörgünk ezen a húsvéton, hogy gyönge hitünkben bíztass minket. Bocsáss meg, hogy sokszor még egymás gyönge hitét is talán tovább gyengítjük a mi félelmeinkkel, aggodalmainkkal. Bocsáss meg, hogy bár te hirdeted, legyőzted a halált 2000 éve, mégis olyan sok szív bizonytalan ebben, pedig erre a hitre van valamennyiünknek szüksége. Segíts, hogy bizonyosságunk legyen. Segíts, hogy a feltámadás reménysége betölthesse a mi szívünket. Segíts, hogy a te fiad, a feltámadott Jézus által minnyájunknak új élete lehessen, új lehetősége. Hogy ezzel a húsvéti hittel felvértezve tudjunk bátran szembenézni minden reánk nehezedő teherrel. Könyörgünk, Urunk Istenünk, azokért, akik talán ezekben a napokban is csak a halál mélységére, a halál félelmére gondolnak, akiknek az életét körbefonta a félelemnek fonala. Engedd, Urunk Istenünk, hogy a televízió, a rádió, az internet segítségével végre eljusson minden emberhez a húsvéti evangélium öröm üzenete, hogy te új életet kínálsz, s veled érdemes és lehet újat kezdeni mindenkinek. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mi is így kezdhetünk veled újat. Mi is így járhatunk a te nyomodba. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád mai napunkat, holnapunkat. Így bízhatjuk rád a jövő hetünket, így bízhatjuk rád az ismeretlen útjainkat, és így bízhatjuk rád egész valónkat. Engedd, Urunk Istenünk, hogy ez a húsvét legyen mindnyájunknak egy csöndes megbízatás, hogy hittel és reménységgel tudjunk odafordulni egymáshoz, hogy tudjuk
bátorítani, vigasztalni egymást, hogy tudjuk erősíteni egymást, hogy tudjunk áldással lenni egymás számára, hiszen Te erre hívtál el bennünket. És hisszük, hogy ebben akarsz megerősíteni a mostani nagyon nehéz helyzetben, hogy mi ne törjünk meg, hogy ne roskadjunk össze, hanem felismerve ebben a nehéz helyzetben is a Te kegyelmedet, a Te jelenlétedet tudjunk ott állni szeretettel, békességgel, segítséggel embertársaink mellett. Kérünk, áld meg a mi életünket, szolgálatunkat. Áld meg a mi húsvétunkat. Hogy húsvét után mindannyian új élettel, új reménységgel tudjunk neki indulni majd a hétköznapoknak, abban a hitben, hogy Te előttünk mégy, hogy felfogd a gondokat, bajokat, hogy utat mutass nekünk. Azt az utat, amelyen a Te védelmed, a Te oltalmad, hisszük, mindannyiunkat megtart. Az előttünk járó Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás vétele előtt keressük ki a 347. számú énekünket, szép húsvéti énekünk első és harmadik versét énekeljük, hittel és reménységgel a szívünkbe. 347. számú énekünk első verse így kezdődik, Jézus ki a sírban valál, általad megholt a halál. Jézus ki a sírban valál, általad meghult a halál, az élet pedig feltámadott, mert szent tested meg nem szűnjetek meg.
Mindezeknek utána az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott békés húsvéti ünnepet kívánok. Adja a kegyelem Istene, hogy valóban húsvét öröm üzenete az új élet reménységével, az Isten velünk is újat kezdeni akaró szeretetével töltse be szívünket. Áldás békességet!